módosító javaslatot. 98 igen, 253 nem. Szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Nagy Andor és Lukács Tamás javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás második pontja szerint. Az Emberi Jogi és Fenntartható Fejlődés Bizottság támogatja az alkotmányügyi, nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 105 igen, 246 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A kiegészítő ajánlás 6. pontjában Nagy Andor és Lukács Tamás a 3. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes feladatkörének részletezésével. Az Emberi Jogi és a Fenntartható Fejlődés Bizottság támogatja, az alkotmányügyi nem. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 109 igen, 243 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 9. és 10. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 3. szakasz 2. bekezdésének módosítására a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan. Először Bödes Barna és társai javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 10. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 61 igen, 252 nem és 39 tartózkodó szavazata elutasította. Most Szabó Tímea és Schiefer András javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 9. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 99 igen, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül nem fogadta el. Az ajánlás 12. és a kiegészítő ajánlás 7. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 4. szakasz első bekezdésének módosítására a jelölési eljárásra vonatkozóan. Először Szabó Tímea és Schiffer András javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 12. és a vele összefüggésben a 13., 26. és 29. pontok szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 101 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Nagy Andor és Lukács Tamás javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 7. pontja szerint. Az Emberi Jogi és a Fenntartható Fejlődés Bizottság támogatja, az alkotmányügyi nem. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 113 igen, 240 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 14. és 15. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 4. szakasz 2. bekezdésének módosítására, illetve új bekezdéssel való kiegészítésre a jelöléssel kapcsolatban. Először Szabó Tímea és mások javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 15. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 58 igen, 293 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Varga Géza javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 14. pontja szerint. A bizottságba sem támogatja. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 61 igen, 291 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 17., 18. és 19. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 6. szakaszra vonatkozóan, az újraválasztás tilalmára. Először Szabó Tímea és Schiefer András javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 19. és az összefüggő 20. és 66. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 100 igen, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Bödecs Barna és társai javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 15. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot.
100 igen, 253 nem is, egy tartózkodó szavazattal nem fogadta el. Most Varga Géza, valamint Bödöcs Barna és társai javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 18. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot. Szavazattal tartózkodás nélkül elutasított. Az ajánlás 24. pontjában Szabó Tíma és Siffer András a törvényjavaslat 9. szakasz 5. bekezdésének módosítását javasolja a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 62 igen, 292 nem, szavazattal tartózkodás nélkül nem fogadta el. Az ajánlás 25. pontjában Bödöcs Barna és társai törvényjavaslat 11. szakasz módosítását javasolják a biztos függetlenségével kapcsolatosan. A javaslat magába foglalja a 27. pontot. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 83 igen, 257 nem és 10 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 27. pontjában Varga Géza a törvényjavaslat 14. szakasz módosítását javasolja a helyettes jogállásával kapcsolatosan. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak. Nem én nekem. Az országgyűlés a módosító javaslatot 86 igen, 253 nem és 11 tartózkodó szavazattal elutasította. Én arra kérem képviselőtársait, ne felém jelezzék, hanem a jegyzők felé, mert a jegyzők feladata figyelni. Én ugyanis azt nem tudom figyelni, hogy oda is nézzek. Úgyhogy itt jelezte Jávor Benedek képviselő úr, hogy nem működik a gépe. Különben bizonyára látták képviselőtársaim, hogy lelassult a gép. Úgyhogy Jávor Benedek képviselő úr ezt a módosító javaslatot támogatta? Tartózkodott, egy plusz tartózkodó szavazatot kérek Jávor Benedek képviselő úr javaslatát hozzárakni. És kérem, hogy a gépét nézzék meg. Az ajánlás 28. pontjában Bödöcs Barna és társai a törvényjavaslat 16. szakaszának módosítását és a 17. szakasz elhagyását javasolja a helyettes megbízatásának megszűnésére vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. 97 igen, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 33. pontjában Steiner Pál a törvényjavaslat 18. szakaszának átszerkesztését javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 54 igen, 252 nem és 42 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 37., 38. és 48. pontjában Bödöcs Barna és társai a törvényjavaslat 19. szakaszától a 30. szakaszáig terjedő részében a helyettes feltüntetését javasolják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot.
86 igen, 253 nem és 12 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 44. pontjában Varga Géza a törvényjavaslat 24. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a közvetlen jelzés lehetőségére vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Azt kérdeztem az előbb. Nem az a 33 volt, az jó volt. Nem az következett. Nekem nincsen. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 39., 40., 41., 42., 43. és 49. pontjában Szabó Tímea és Siffer András a törvényjavaslat 23. és 25. szakasz harmadik bekezdésének módosítását javasolja az iratbetekintési jog korlátozásának oldására vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot 96 igen, 256 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 46. és 47. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 25. szakasz második bekezdésének módosítására a bírói út igénybevételére vonatkozóan. Először Szabó Tíme és társai javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 46. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot 97 igen, 255 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Varga Géza javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 47. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot 96 igen, 255 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 50. pontjában Steiner Pál a törvényjavaslat 29. szakaszának pontosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják, kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot 41 igen, 299 nem és 11 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 51. és 54. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 31. szakasztól a 38. terjedő rész módosítására a biztos hatáskörének részletezésére vonatkozóan. Először Bödecs Barna is társai javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 51. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak!58 igen, 254 nem, 37 tartózkodó szavazattal elutasította. Most Szabó Tímea és társai javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 54. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen, 257 nem szavazattal 36 tartózkodás mellett elutasította. Az ajánlás 52. és 53. pontjában Varga Géza a törvényjavaslat 31. szakasz első bekezdésének és a 32. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a jövő nemzedékek érdekeire vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot
96 igen, 253 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 56. pontjában Varga Géza a törvényjavaslat 39. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a környezeti vagy természeti értékekre vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot. Százegyigen 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 57. és 58. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 16. pontja alternatív javaslatot tartalmaz a 41. szakasz módosítására a hivatalra vonatkozóan. Először Bödes Barna és társai javaslatát teszem fel szavazásra. Az ajánlás 57. pontja szerint a bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Varga Géza javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 58. pontja szerint a bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 253 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most Nagy Andor és Lukács Tamás javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 16. pontja szerint. Az Emberi Jogi és Fenntartható Fejlődés Bizottság támogatják, az alkotmányügyi nem. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 241 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A kiegészítő ajánlás 18. pontjában Nagy Andor és Lukács Tamás 42. szakasz második bekezdésének módosítását javasolja a főtitkár illetményére vonatkozóan. Az Emberi Jogi és a Fenntartható Fejlődés Bizottságok támogatják, az alkotmányügyi nem. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 341 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 64. pontjában Szabó Tíme és Sifer András a 45. szakasz első bekezdésének elhagyását javasolja a jogutódlásra vonatkozó. Bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 255 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 65. pontjában Szabó Tímea és társai, valamint Varga Géza. A 45. szakasz módosítását javasolják az újraválasztás tilalmára vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 255 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 67. pontjában Steiner Pál a 46. szakasz elhagyását javasolja a törvény sarkalatos minősítésére vonatkozóan. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés módosító javaslatot.
41 igen, 294 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasította. Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az országgyűlés? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom önöket, hogy a szavazógép lelassult azért, mert egyik képviselőtársunk panelje nem működik. Soron következik a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3507-es számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3507/73 és 86-os számokon kapták készet. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazási tudnivalókat a TPER 3507/89-es számú főtitkári sárga tájékoztató tartalmazza, amit az érintettek megkaptak. A módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 60. szakasz 4. bekezdés alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséget. Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az országgyűlés a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérdezem, a tisztelt országgyűlés elfogadja-e ezeket? Kérem, szavazzanak. 2/3. A jelenlévők. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. Az országgyűlés a támogató módosító javaslatokat 314 igen, 41 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most a külön szavazásra kért javaslatokról döntünk. Az ajánlás 84. pontjában Csöbör Katalin a római 1/B és római 1/C melléklet módosítását javasolja. Az előterjesztés a bizottságok támogatják, de az LMP frakció külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Hogy jelenlévő. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 292 igen, 32 nem és 6 tartózkodó szavazattal elfogadta. A kiegészítő ajánlás 9. pontjában az Emberi Jogi Bizottság a római 1/C melléklet módosítását javasolja. A bizottságok is az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Igen, 1 nem, 85 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az ajánlás 87. pontjában Csöbör Katalina 2-es számú melléklet módosítását javasolja. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 1 nem, 85 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a házszabály értelmében még szavazni lehet. Az ajánlás 10. pontjában Lendve Ildikó és mások a törvényjavaslat 3. szakaszának módosítását javasolják az iskola választás szabadságára vonatkozóan. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 1/3-ának támogatását, de az MSZP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 297 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 14. pontjában Szabó Tíme a törvényjavaslat 6. szakasz első bekezdésének módosítását javasolja a vallási tevékenység meghatározására vonatkozó. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 1/3-ának támogatását, de az LMP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával.
Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. (53 igen, 296 nem és 3 tartózkodó) szavazattal elutasította. Az ajánlás 19. és a kapcsolódó pontjaiban Banna Tibor és társai a törvényjavaslat kiegészítését javasolják Magyar Vallásügyi Testület létrehozására vonatkozóan. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok egyharmadának támogatását, de a Jobbik képviselőcsoport kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Az országgyűlés a módosító javaslatot. (47 igen, 308 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 24. és 28. pontjában Szabó Tímea a törvényjavaslat 10. szakasz 2. bekezdésének és 13. szakasz 1. bekezdésének módosítását javasolja az egyházak belső szabályozására vonatkozóan. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 2/3-ának támogatását, de az LMP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! A jelenlévő 2/3-ával. Az országgyűlés a módosító javaslatot. (54 igen, 294 nem és 3 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 25. pontjában Szabó Tíme a törvényjavaslat 10. szakasz 3. bekezdésének elhagyását javasolja az egyházi adatkezelés vonatkozásában. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 2/3-ának támogatását, de az LMP képviselőcsoport kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. (54 igen, 297 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 25. pontjában Lendvai Ildikó és mások a törvényjavaslat 12. szakasz 2. bekezdésének módosítását javasolják a volt önkormányzati intézmények átvételével kapcsolatban. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 1/3-ának támogatását, de az MSZP képviselőcsoport kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. (52 igen, 299 nem szavazattal tartózkodást nélkül elutasította. Az ajánlás 32. pontjában Szávai István és Mitkocki Ádám a 14. szakasz 3. bekezdésének módosítását javasolja a nyilvántartásba vétel feltételével kapcsolatban. A módosító javaslat nem kapta meg a bizottságok 1/3-ának támogatását, de a Jobbik képviselőcsoport kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. (43 igen, 306 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 54. és 55. pontjában Lendvai Ildikó és mások a törvényjavaslat 24. szakasz 4. bekezdésének módosítását javasolják a gazdasági tevékenységnek nem minősülő esetek felsorolására vonatkozóan. A javaslatot egyetlen egy bizottság sem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. (52 igen, 302 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 60. pontjában Szávai István és Mitkocki Ádám a törvényjavaslat 23. szakaszának módosítását javasolja az egyházaknak a jog...